Hát sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek, és üdvözlök mindenkit a Vlogmász negyedik részében. Egyébként ma vasárnap van, és ti ezt a videót mikor is fogjátok látni? Hétfőn, igen. A mai program az lesz, hogy megyünk így anyáikkal ebédelni, meg sétálunk így a városba, és nem tudom még amúgy mi lesz, lehet, hogy megyünk majd egy nagyobb bevásárlóközpontba, és de majd meglátjuk, tehát hogy igazából ugye erről szól a Vlogmász, hogy igazából nem tudjuk, hogy mi történik benne. Én abszolút nem tervezem meg soha a Vlogmászokat, úgyhogy minden, ahogy történik, azt látjátok ti is. Úgyhogy igen, tartsatok velem! Nézzétek el, hogy ilyen borhapiac van. Ugye? Igen. Aha. A karácsonyi vásárt mindegy borhapiac. Hát de borhapiac, mert mindenki eladja a portékáját. Akkor az borhapiac. Anyu most mondja, hogy minden bevételt a gyerekeknek adnak, az árvaházi gyerekeknek adnak. Úgyhogy én is szeretnék menni most valami. Hát én őszintén mondom nektek, hogy én ilyen plázában még nem voltam, ahol ilyen sok ember van. Komolyan mondom, nagyon-nagyon le vagyok sokkolódva, hogy így minden üzletnél így kb. Sorban állnak. Ilyen, például a Pandoránál, vagy a Zaránál, vagy a Primarknál ott nagyon durván sor volt. Úgyhogy tényleg annyira sok ember van, hogy we'll be right back.
házától, és kijöttünk még egy picit ide, itt mellettünk van ez a kis vásár. Akartunk vásárolni itt az üzletbe, de bezárt. Mennyi teafű! Azt a... A mai nyereményjáték pedig ez a kis aranyszarvas lesz, illetve ez a fából készült karácsonyfa. És amit tennetek kell, az csak az, hogy legyetek feliratkozva a csatornámra, és kommentbe írjatok bármilyen emojit, vagy bármilyen kommentet a videóval kapcsolatosan. Legyen szép estétek, és köszönöm, hogy végignéztétek a videót!